Következő fellépő Felmeri Péter. Felmeri Péter egy időben ilyen Legóból rengeteg ilyen mehatronikus robotot épített, és megkérdeztem, hogy mit szól a barátnőd a robotokhoz. És Péter mondta, hogy nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy mit szólnak a robotok a barátnőmhöz. Ő ilyen karakter, Felmeri Péter. Köszönöm szépen. A mai témánk ez a helyünk a világban, és ez nekem olyan hülyén hangzik, mert ez olyan, mintha ilyen puzzle darabkák lennék, ez a kirakós, és akkor így beállunk valami formába, és akkor be lehet rakni minket a helyünkre, vagy otthon mindig ez volt, hogy minden a helyére kell kerüljön, és akkor másképp nem találom meg sohasem, pedig máshol megtalálom, csak hogy mindig ez volt, hogy minden a helyére kerüljön, és azon gondolkodtam, hogy vajon nekem is van akkor valahol ilyen helyem, ahol, hogy jön valaki, akkor ott majd keres engem, hogy nézzük, hogy itt van a Felmér, itt a helyed, de nincs itt, hogy akkor hova lett a Felmér, hogy ki tette el innen a Felmérit, hogy miért? Én nem találjuk ki, meg röhögök az asztal. De fura ez, mert úgy érzem, hogy nekem nincs igazán így hol a helyem, de a Jehovatoni mindig megtalálnak. Tehát bárhol megyek, akár Kolozsváron, akár Budapesten, akár az utcán mindig megtalálnak, és ők, ezek az agresszívek, tehát ők hazajönnek hozzád, nem ez, hogy elmész a templomba, hanem úgy ott otthon vannak és megtalálnak téged. És olyan fura, mert mindig nézem az Ezú TV-t, és akkor kopogtatnak. Én ilyen délelőtt tévézek, és gondoljátok, hogy az milyen jó nekem, de valójában nem jó, mert délelőtt nincsenek jó műsorok, tehát Ezó TV, ezt nézem, és az mondjuk azért jó, mert picit közelebbül ők már az energiákat érzem a testembe, és ez így feltölt engem. Amúgy ott dolgozik Zeus, aki a hihetetlen gonosz. Őt kirúgták az Olympusról, hogy takarodjál, nincs rá szükség, és akkor felvették az Ezó TV, ezt gondolom, és szerencsére tudott magyarul. És ő ilyen nagyon meggyőző, így már ahogy néz is az emberekre a tévébe, hogy várom, hogy hívjon valaki. Tudom, hogy hívni fog valaki. Ön az. Hívjon fel. Én még ott stresszel magam 15 nyugdíjassal, mert csak annyian nézik az egészet, hogy most rám gondol, vagy Marika néni, vagy mi. És mindig van egy gyenge láncszem. A múlt előtti szerdán Valéria volt, betelefonált, azt mondja, Valéria vagyok, 72 éves, mire Zeus, Valéria. Nem önre vártam. És ezt élőben tudta meg Valéria reggel 9-kor, hogy nem ő a kiválasztott, nem ő a Neo, nem szabadul a Matrixból. 500 plusz áfáért, tehát ő ezért fizetett, hogy elküldjék az anyjába. És tehát jönnek a Jehova tanúi, és ők mindig megzavarnak, akik ezek az agresszívek, akik rádugják az ajtót. Tehát az a bejöhetünk, nem, hogy már ott van az őrtorony az arcodba. Az nagyon vicces amúgy az őrtorony nekem, mert mindig rá van rajzolva az elejére, hogy hogy néz ki a mennyország, és akkor oda fel van rajzolva egy erdő, amiben van egy farkas, meg egy bárány. És mondom, hát ez nem túl jó hely amúgy, mert sehol egy kanapé, sehol egy színes tévé, vagy érted? Egész életed van az, hogy jó kell legyél, hogy bejussál a mennyországba, és erre meg egy ilyen hely. Tehát, hogy ez ki az, aki oda vágyakozik. Mert mondják, hogy azért jó hely, mert a farkas nem eszi meg a bárányt. De mondom, hát rajzolva persze, hogy nem. Tehát azt rajzolza, amit akarsz. És hozták ezt az őrtornyot, úgyhogy én elgondolkodtam, hogy van a pokol az milyen lehet, és az olyan, hogy nem az, hogy nincs internet, csak így folyton akadozik. Mindig klikkelsz valami, és nem akarja betölteni, ez a filmek leállnak 99%-nál, és nincs szerencsém. Mindegy, hol van a helyünk a világban. Ezen gondolkodok, hogy annyi ember vagyok, ahány nyelvet tudok amúgy, mert tudok románul valamennyire, magyarul azért elég jó, azt látjátok. Valamennyire angolul is. Tényleg angol van, aki nem tud, mert ez annyira alap. Tegyek fel bátran nyugodtan a kezét, aki nem. Egy-két ember. Nem kell szégyelni amúgy tényleg, mert amúgy sem azt mondják errefelé, hogy nem tudok angolul, hanem azt mondják, hogy németes vagyok. Mit? Aber. Ja, mintha megkérdeznék matekből, mennyi 78 plusz 92? Én nem tudom, én történelmes vagyok. A Rákóczit azt nagyon jól tudom, de ezt nem tudom. De igazság szerint nem kell nyelveket tudni, például főleg a németet nem, mert én például 11 évig tanultam, de semmit. Tehát én bazilik, annyit, de azt sem tudom, hogy Dérdi vagy Dász, ennyire nem tudok németül. És ott jöttem rá, hogy nem kell egyáltalán tudni, amikor a Deák téren német turista megkérdezte tőlem, hogy wo ist der Basilika? Most néztem, Basilika, ezt tudom. Mondom neki, ott. És megtalálta, nem volt több kérdés, tehát gond nélkül. Viszont a kéregetőink azok már nagyon fejlettek. Tehát
angolul tudnak. A saját bőrömön tapasztaltam, Bajcsi Zsilinszki utcán odajött hozzám egy kíregető, és ezzel kezdett, én is nagyon meglepődtem, azt kérjük, hogy beszélek angolul, és mondom, hogy igen, mire ő, can you give me money? Ez annyira döbbenetes számomra, mert általában nem értem, mit mondanak a kíregetők, csak jönnek velem szembe, és mondanak valamit, és már odébb is álltak. Én nem értem, mit mondanak, de tudom, hogy pénzt akarnak, úgyhogy néha visszaválaszol is, hogy és ők se értik, de tudják, hogy nem kapnak. Tehát ez a kommunikációm. Amúgy külföldön nagyon gazdag kíregetők vannak. Olyan szinten vannak, Norvégiában voltam, az egy rohadt gazdag ország, és ott a kíregetőknek ilyen kártyaolvasójuk van már. Tehát, nincs készíz, akkor bedugod. És tényleg annyira gazdagok, hogy tőlem is kértek, de mondom, hagyjatok békén, én Romániából jövök. Erre ők adtak nekem 10 eurót. Jó van. Nekem nagyobb szükséged van rá. Igen, ez van, hogy hol a helyünk a világban. Ja, amúgy kínaiul gyakoroltam, hogy hát ha ott is lesz majd helyem, mert nagyon terjednek, meg annyira sokan vannak. Olvastam, hogy minden hatodik ember a világon kínai, úgyhogy itt is azért van egy pár. Kis számolom, hogy például ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te például kínai. A számok nem hazudnak. Kínai. Gondoltam, megtanulok picit kínaiul. Tehát nem sokat, csak ezt a pár írás, ez egy ilyen tízet, vagy ilyen. Tudja, melyik az eper, meg a dinoszaurusz. Tehát ezek a legfontosabbak. És Lalúzatéren láttam ilyen nyelvleckét, úgyhogy letétem ilyen kis fülecskét. Tehát kínai nyelvleckét tartunk, ott volt magyarul, letétem a kis fülecskét, hazavittem magam, de csak otthon néztem meg alaposan, hogy egy telefonszám volt rajta, meg három kínai írásjel. És én döbbenten néztem, hogy mi van ez, haladóknak van? Hogy hívjam most fel a telefonszámot, hogy jó estét kívánok, szeretnék beszélni. Hát... ablakfogas kicsi székkel. Otthon van-e? Hol van a helyünk a világban? Ez azért is érdekes, mert mondjuk így szakmában is gondolkodok, hogy például jó, hogy humorista vagyok, és nemrég jött egy ilyen fórumon egy ilyen hozzászólás, hogy én inkább takarodjak vissza a Kolozsvára, mert én ne legyek humorista, mert legyek pék. Mert hogy nem vagyok a legjobb humorista, akkor meg minek erőltettem. És én elgondolkodtam ezen, de hát én péknek se lennék a legjobb. Akkor. És lemerem fogadni, hogy aki nekem ezt írta, az se volt a legjobb Tesco áru feltöltő. Lehet csak így a hatodik. A Tesco-n belül, tehát nem is az egész ország. És azon gondolkodok, hogy de ha én lennék a legjobb humorista, akkor meg a Kis Ádámot szopatnák ezzel, hogy akkor... Köszönöm szépen a figyelmet!